Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás gyertya mágiával. Ezt a narancs színű gyertyát már előkészítettem, beolajoztam, és érezzétek ennek az energiáját. A gyertya mágiánál ez a narancs szín utal a melegségre. Egy meleg otthonra, a szeretetre, az, hogy jól érezzétek magatokat, érezzétek ezt a melegséget, vagy a munkahelyen, vagy az otthonotokban, vagy a családban, vagy a párkapcsolatban. Ez jelenti a közelséget, a hitet, a bizalmat is. A videó végén majd átküldöm ezt az energiát. Milyen témákról van szó, erre utalnak a kártyák. Itt ez az ostor jelenti a vitákat és a veszekedéseket. Itt ez a koporsó lehet egy örökösödési ügy is, ahol ezek a viták vannak. És a gyűrűk jelentik akkor a szerződéseket. Ez a koporsó jelentett régi témákat is, emlékeket a múltból, vagy azt is jelentheti, hogy ez a vita, ez a veszekedés lezárul, hiszen a koporsó le tud bizonyos dolgokat zárni. Itt van egy életút. Előtted ott van ez a hegy, ami utal a problémákra. A háttérben megjelenik a ravasz róka. Ez azt jelenti, hogy valaki figyelget téged, nem becsületes veled szemben, és megpróbál nehézségeket okozni számodra. És itt a kasza vagy azt jelenti, hogy ez olyan hirtelen jön, amikor erre nem számítasz, vagy a kasza le tudja zárni ezeket a nehézségeket, vagy ezt a hamis kapcsolatot. És a könyv ott felül, vagy jelenti a tudást, a továbbtanulást, vagy azt is, hogy valaki zárkózott, vagy azt is jelentheti, hogy valaki eltitkol előled valamit. Lehet, hogy az ő környezetében van ez a hamisság, a nehézségek, a viták, a veszekedések, és ő hallgat erről. És most bepillantunk a mélybe. Mit jelent konkrétan ez a koporsó? Itt látható a nyilvánosság és egy hír. Az jelentheti azt, hogy eddig még minden olyan nyugodt volt, zárkózottság volt, és most megjelenik a nyilvánosság, lesz egy hír, lehet, hogy lesz egy találkozás, és a koporsó jelenti a múltat is, hogy valaki visszatér a múltból. Azt is jelentetik a kártyák, hogy te szeretnéd azt, ha mások észrevennének téged a nyilvánosságon, de ez a koporsó jelenti azt, hogy minden olyan csendes, nem kapod meg az elismerést, úgy gondolod, mások nem figyelnek oda rád, de legyen meg a hit, a bizalom, hiszen hamarosan lesz itt egy szerződés, vagy lesz itt egy hír, és itt régi témákról is szó van, hiszen a koporsó jelentheti a múltat is. És mit jelent ez az ostor? Itt látható ez a férfi, aki tulajdonképpen jó indulattal közeledik hozzád, sőt, jó indulatú másokkal szemben is. Most ő észreveszi azt, hogy mások megbántják őt, és itt előtte megjelenik ez a szív, itt szerelmi dolgokról is szó van. Az is lehet, hogy vannak ilyen emlékek nála, és fél kimutatni az érzelmeit, fél attól, hogy újra csalódások érik őt, vagy mutatja az ő jó indulatát, azt a szeretetet, vagy mások kihasználják és megbántsák őt. A kapcsolatok.
Itt újra megjelenik ez a ravasz nő, ugyanúgy, mint a ravasz róka, itt hamisságokról van szó az ő környezetében. Ez lehet a volt felesége, vagy ha még házas, akkor a gyűrű és ez a hamis nő jelenti a feleségét. De ezek lehetnek bizonyos kapcsolatok is, ahol ő túl naív, jóindulatú, segítőkész, és emiatt mások kihasználják őt. Valamikor rájön erre, és itt vannak ezek a fájdalmas emlékek és csalódások. De átlát a dolgokon, hiszen itt megjelenik a szerencse, a nyilvánosság, és ő olyan kapcsolatokra fog odafigyelni, ami olyan szívből jön. Itt nem csak szerelemről van szó, hanem lehet családi kapcsolat is, és itt megvan a szív, ez a kedvesség. Megnézzük, hogy mit mutat ez a kasza. Itt lehetnek a gyermekek és a tanulás, az iskola, a továbbképzés a téma, és olyan hirtelen változik a helyzet. Persze a kártyák jelenthetik azt is, hogy itt lezárul valami, a kasza elvág valamit, mint például a problémákat és ezt a hamisságot. Akkor kinyílik ez a könyv, és a gyermek utal az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre. Itt a hegynél, ahol a problémákról van szó, megjelennek az anyagiak, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Nálam itt vannak problémák, nehézségek, amin töpreng. És én úgy látom a képeken, hogy valaki anyagilag kihasználja őt. És ez a ravasz róka. Mit jelent itt ez a ravasz róka? Itt ez a férfi áll a középpontban, és rá fog jönni arra, hogy vannak hamis személyek a környezetében. Itt anyagiakról is szó van, ezen töpreng, és a hajó jelenti azt, hogy megvan arra a remény, hogy ő lezárja ezeket a kapcsolatokat, hiszen itt ez a koporsó lezár bizonyos témákat vagy kapcsolatokat, és akkor lesz egy új irány, amire itt a gyermek utal. És mit jelent ez a könyv? Itt valami még átláthatatlan, mutatja ez a felhő, és ez a könyv jelentheti a zárkózottságot. És én úgy gondolom, itt arról van szó, hogy ő rájött bizonyos dolgokra, tisztában van ezzel, de nem akar erről nyíltan beszélni, ezért megjelenik itt a könyv az ő zárkózottsága. És mivel te nem tudod, hogy miért olyan szomorú, miért töpreng, mi van nála, ezért ez a helyzet számodra átláthatatlan. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet, hogy fél éven belül kiderül az igazság. Nyitott lesz bizonyos dolgokról beszélni. Itt megjelenik a nyilvánosság, és lesz ez a hír, hogy ő beszámol erről, hogy mennyire jó indulatú volt, hogy mások ezt kihasználták. De szerencsére eltűnik a hamis nő, itt is látható az, hogy ő lezár bizonyos dolgokat, lesz egy új kezdet, elmúlik ez a szomorúság, és a hamisság eltávolodik tőle, hiszen ő látható itt magabiztos lesz, fontos döntéseket hoz, és itt látható a remény, amire ez a hajó utal.
Persze, a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat is, vagy utazásokat. És itt az utak azt jelentik, hogy ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, és itt fontos döntésekről lesz szó. Ez a döntés rád és őrá vonatkozik, erre a szerelemre, a nyilvánosságra, sőt, a gyűrűk jelenthetnek eljegyzést vagy házasságot is, ami szerencsét hoz. Miután ez a hamis nő eltávolodik tőle vagy tőletek, amit a könyv még itt jelenthet, egy továbbképzést, hogy ezen az úton fogtok haladni, és fél éven belül indul ez az iskola. És most visszatérve a gyertyára, a gyertya mágiára, én most küldöm nektek ezt az energiát, csukjátok be a szemeteket, helyezzétek magatokat kényelembe, gondoljatok olyan dolgokra, ahol kell a szív melegsége, ez a szeretet, ez a hála, ez a megbecsülés. Ez lehet a hivatás, egy jó munkahelyi légkör, kellemes családi kapcsolatok vagy környezet, és ez a közös otthon, az otthon melege, ami kihat a párkapcsolatra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!